2014 év elején, egy kicsit korábban megszerveztük ezt a bizonyos Mecseki-Mézeskörutat, azzal a céllal, hogy egy összefogást teremtsünk azoknak a mészeknek, akik helyben akarják értékesíteni a mézeiket. Tehát nem kereskedőknek adják el lédik formában, nagy tömegben, hanem egyénileg kivevegzve árusítják piacon, a saját házukban, vagy egyéb lehetőségeken. És ezzel együtt szerettünk volna egy kis hírnevet, nimbuszt teremteni a mecseki minőségi méznek, azoknak a termelői mézeknek, amelyeket a baranyai méhészek kitűnő minőségben állítanak elő. Ugyanakkor sajnos Baranyában is és országosan is a méz nagy része, 80%-a még lédik formában összeöntve külföldre megy exportra, és én úgy vélem, hogy ez egy fölháborító helyzet. Tulajdonképpen a mézet úgy kezeljük, mintha krumpli, vagy sóder, vagy szén, vagy gabona lenne, miközben Nyugat-Európában a mézet minőségjavítóként használják máshonnét importált mézek minőségének javítására. 50-70 dekagram az egyfőre jutó mézfogyasztás egy évben. Ha egy kis számolást csinálunk, ugye ez 70 dekagram, 700 gram, egy évben 700 gram, egy napra vetítve ez 2 gram fogyasztást jelent. Ha végig gondoljuk azt, hogyha a magyar fogyasztást erről a 2 gramról 6 gramra lehetne emelni, gyakorlatilag nem kellene a kitűnő minőségű magyar mézet alacsony áron, lédik formában külföldre vinni, hanem idehaza a magyar közönség ezt elfogyasztaná, ezzel jobb lenne az egészségi állapota, jobb lenne a közérzete. És ez jót tenne a méhészeknek is. Nyolcvan körüli mécsalád számmal dolgozom szinte minden évben. A tanítómesterem, a Rónai Pista bácsi hatására 2004-ben én jelentkeztem a méhtenyésztők közé. Méhanyákat nevelni csak fix helyen lehet, vándorlásokkal igazából nem. A méhek fejlődése, a méhanyák fejlődése az szinte óramű pontosságú. Itt az anyanevelésnél nagyon oda kell figyelni a tenyészkiválasztási szempontokra, a méhek teljesítményére, a dajka családokkal való munkára. Én akkor felhagytam a vándorlással, és itt először a kertemben, most meg egy bérelt területen, mert ugye közben építkeztünk, és hát akkor innen a kertből el kellett vinni a méheket, úgyhogy most egy bérelt területen vannak a méheim, 400 méterre innen a lakástól. 2014 áprilisában a Tenyészt Egyesület elnökévé választottak, ami egy nagy megtiszteltetés nekem. A lányom, Kujvárnyi Balog Andrea, ő az utódom, úgy is mondhatom az utódom. Megszerette a méheket, és most már tagja ő is a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének, anyanevelő, és sikeresen pályázott, nyertes fiatal gazda, és hát őnek is 250 méhcsalád fölé kell a méhcsaládszámot hozni, hogy a pályázatban foglaltakat el tudja érni, szeretettel csinálja. Apaként büszkén mondhatom, hogy ez nekem az egyik elismerése a munkámnak. Babarcon vásároltam ezeket a családokat, és hát rövid időn belül a 3-ból 12 család lett, és így szépen növeltem az állományomat. 20 családnál megálltam, és akkor jött egy nagyon nagy lehetőség, megnyertem egy uniós pályázatot. Cserkuton 50 családdal méhészkedem, fogtechnikát követően a méhészet mellett jött egy harmadik láb, ugye ez a vendéglátás, falusi vendéglátás. Ezt lényegében az ötletet a környezetem adta, mert a falunkba, Cserkuton, hát szinte azt mondhatnám, hogy minden második család vendéglátással foglalkozik, viszont szolgáltatást a szállás adáson kívül nem nyújtanak, tehát nincsen
étkeztetés, illetve nagyon sok munkának látják ezt az emberek. Én jó magam nagyon szeretek főzni, kemencés ételekkel kísérletezek, és így lett úgymond a mézes fészer. Hogy miért mézes fészer, az lényegében azért, mert ez egy kétfunkciós hely. Ugye egyrésztről teret ad a méz értékesítésére, illetve a faluban lévő termelőknek, kézműveseknek a termékeit itt, mint egy mini piactér, tehát maguk a termelők, illetve a kézművesek tudják ezt értékesíteni. Mert nagyon sok desszert, nagyon sok húsétel, sajtok készülhetnek mézzel, nagyon látogatott. Az egész folyamat egy marketing tanfolyammal kezdődött, mert úgy láttuk, és a méhészek is ezt kérték ebben a programban, hogy a marketing ismereteiken kellene javítani. Ezért a program úgy indult, hogy kétszer-kétnapos marketing képzésen vettek részt a méhészek, ami számomra is meglepő eredményt hozott, mert a marketing tanfolyam közvetlen hangnemben, jó hangulatban zajlott, és a tanfolyam végén a méhészek megfogalmazták azt, hogy ez a mézes körült, ez a mi projektünk, mi ezt akarjuk, akik egyéni értékesítéssel foglalkozunk. És én úgy érzem, hogy ez a közösségi szellem a mézes körült tagjainál azóta is megvan, összejövünk baráti találkozóra, egy nagyon érdekes mézversenyt rendeztünk, egy megyei mézversenyt, ahova a méhészek 49 mézmintát küldtek el, ebből 40 minta minősítést kapott, aranyezüst vagy bronz minősítést, és persze nem szabad elfelejteni, hogy ez az esztendő, ez a méhészet szempontjából nem a legjobb esztendő volt. Hobolban van a telephely, Mozsón van még egy telephely, mozsói szőlőhegyben. Jelen pillanatban 200 mély családdal végészkedünk, ez egy családi vállalkozást tulajdonképpen, ha ezt az oldalát nézzük. Közibocnári rakódó típusú kaptárral csináljuk. Elsősorban mézeltetés, mi az elsődleges, de alkalmanként foglalkoztunk virágportermeléssel, anyanevelés saját célra, bútorasztalos szakmából fakadóan hát el tudom készíteni ezeket a kaptárokat. Amíg nem volt ez a szakma, meg addig ugye másra készítettük, de hát már jó pár éve hát saját készítésre ezek a kaptárak. De maga a pörgetés folyamata az 50 évvel ezelőtt is ugyanúgy történt, mint most. Van egyszer a lédik hordós kiszerelés, a méz tisztasága szempontjából ugyanúgy kell eljárni, mint hogy palackoznám. Tehát ott is leszűrt, tiszta, tökéletes mézet vesznek csak át, tehát már gyengébb minőségük nem igazából. Tehát gondolok itt akár más, bármilyen idegen anyag belekerül, feletetés, stb. Ez ilyen elősen fordulhat. Ha tovább lépünk, akkor ugye van a kiszerelés különfajta mézenként. Itt annyi a különbség, ugye, hogy különböző csomagolásokba kerülnek. Én nem használok például műanyagot, csak üvegbe szerelek ki. Saját címkével rendelkezem, és így árulom a ízek különböző nagyságú üvegekben. Különböző vásárokon, tehát boltokban egyelőre még nem vagyok jelen, vásárokon és háznál, tehát különböző fesztiválokon, rendezvényeken, falunapokon, részben ahova meghívást kapok, és ahova én el tudok jutni. Most még azt mondom, hogy a méz még nem a legkeresettebb cikk a vásárokon, de vannak már olyan jelek, hogy érdemes lesz megjelenni. Kitartás kérdés az egész. Körülbelül 10 éve kezdődött, akkor határoztam el, hogy egy másik telephely után nézek, akkor sikerült ezt a 1 hektáros területet venni, amelyik kínálta azt a lehetőséget, hogy itt ne csak egy méhes házat építsünk, tehát ami kiszolgálja a mészeti technológiát, el tudom helyezni benne, hanem a terület nagysága adta azt is, hogy egy méhészeti arborétumot is itt létesítsek. Ez mind megvalósult, és azóta a Országos Magyar Mészeti Egyesület is itt látogatást tett, és javasolta azt, hogy legyek szerződött partnerük, tehát szakmai látogató csoportokat, szakmai csoportokat is tudok itt fogadni, olyan a
az infrastruktúra már úgy lett kialakítva. Működtetek Pécs belvárosában egy méhész szaküzletet, ahol a mi termékeinket, nagy részt a mi termékeinket árusítjuk, és kisebb részt más kollégáktól vásárolt, illetve készített termékeket, méhészeti készítményeket árulunk, és az döntött el, hogy ez egy közepes méhészet, tehát 100-120 családnál nem szokott több lenni, az döntött el, hogy csak ennyit tartunk, mert körülbelül ez az állomány szolgálja ki a bolti forgalom szükségletét. Tehát ezzel tudok annyi mézet, virágport, propoliszt, mépempőt termelni, ami a bolti forgalom igényét kiszolgálja. Ebben az évben mi a Mézes Körút keretén belül 40 különféle programot végigcsináltunk. Ezek egy része marketing program volt, tehát készítettünk a méhészeket bemutató katalógust, névjegyet, egyéni szórólapot, kitűző névtáblát, szerveztünk a méhészeknek mézversenyt, működik kitűnő Facebook oldalunk, működik a honlap, a méhészek kaptak rendszeresen hetente sajtófigyelőt, két hetente hírlevelet, akkor elmentünk olyan közönség találkozókra, ahol a méhészek közvetlenül találkozhattak a fogyasztókkal, kisvárosi kulturális rendezvényekre, elmentünk 20 óvodába, ahol gyerekeknek vittünk mézes mesekönyvet és kifestőt, ez is egy program volt. Vetélkedőt rendeztünk általános iskolás diákoknak és középiskolás diákoknak. Van mézlovagrendünk, egy zárókonferenciát rendeztünk. Kiadunk egy térképet a Mézes Körút idézőjelben állomásairól, tehát azokról a méhészekről, akik helyi értékesítést csinálnak. Nagyon szeretek főzni, mert hogy az idők során az ember megszereti azt, amit csinál, tehát ez már rutin évek tapasztalat. A méheket meg imádom, tehát azt mondom, hogy oda billen inkább a mérce. Nagyon szeretek mézkedni, de nem tudom majd bajba a főzésre, tehát ez egy olyan oda-vissza dolog. Csülök mézzel és sörrel locsolgatva, ezt a családom nagyon szereti, és ezt változatosan lehet készíteni, akármilyen körettel, akár ezzel a salátával, ami szintén lehet mézes, balzsamecetes, egy kis dijoni mustárt belecsempészünk, olívóolajat, egy kis pirítóssal vagy bagettel, ez egy kedvenc nálunk. Pécsvárad, és szerettem volna gesztényet pörgetni, és én nagyon kerestem az utat, hogy hogy jutok oda, és egy ismerősöm mondta, hogy van egy a testvére, akinek van egy kis tanyája ott, és hát szívesen elmehetnék oda. Na és akkor rögtön fel is hívtam, megbeszéltem vele, hogy nem lehetne, hogy oda mennék, nincsen csak 25 kaptárom, ott lennék egy 3 hétig, kipörgetnék, nem okoznék nagy gondot, levágom füvet, rendet teszem, ó, dehogy nem, persze, mehetek. És igazából ez a kis tanya neki pont eladó volt, és nagyon megtetszett a hely, szerintem szépen hoztak a méhecskék is, sok virágpor van a környéken, ami jelentős szerepet nyom a méhesbe, és megegyeztünk, és így megvettem azt a kis tálkát, és most azt újítgatom. Ahogy mondtam, a Mecseki Mézes Körútban is, hogy szeretnék bemutató méhest tartani, afelé igyekszem rendezgetni és csinálni az egészet, hogy tényleg úgy nézzen ki, hogy én szeretném. A mézkuckónak több funkciója van, ugye egyrészt a méhészeti infrastruktúra itt helyezkedik el lényegében, mert a raktározás és a mézkinyerésnek a helye és a telephelye is itt van. Tehát egyrészt ugye egy méhész múzeumot szeretnénk kialakítani, akkor a méhészeti termékeknek a bemutatása és kóstoltatása is egy nagyon fontos dolog. Ezeknek a bemutatása vagy az elkészítéséhez is lesz egy helyszín, ami egy kemencével és egy ilyen főző szabadtéri főzőrésszel lesz kialakítva, úgyhogy a mézeti termékeket kóstolgató vendégek közben láthatják a méhek munkáját a kaptáron belül egy üveg fal segítségével. Nagyon jó az elhelyezkedése ennek az objektumnak, mert a falu végén található, és ugye mindkét irányba van zöld terület, ami még szabad felhasználású, ahol egy tanösvényt szeretnénk berendezni.
pívizet már ismerjük. Legalábbis nagyon sokan ismerik a humán pívizet, amit az embereknek állítottak elő, és az emberek testében az van, és azt fogyasztják, hogy még több legyen. Ezért életképesebbek lesznek, ugye hosszabb és jobb életet tudnak élni. Ugyanez létezik a méheknél is, csak ez fajspecifikusan a méheknek a bioenergiája, vagy a pi energiája van belegenerálva ebben a vízbe. Hát Magyarországon még nem használják, sőt Európában, azt hiszem, hogy Németországban egyetlen olyan gép rajtunk kívül, ami direkt méheknek van. De méhészetben Magyarországon csak nekünk van. Nálunk ugye ez nagyon jól működik, mert az így előállított mézet, ugye bármelyik olyan biobolt, aki pívizet is árul, és ugye a fogyasztói értékelik a pi technológiát, az gond nélkül egy telefonhívással ugye be lehet kapcsolni a rendszerbe. Már Magyarországon kívül, ugye Szlovákiából is éppen a múlt héten keresett meg a második bolt, hogy pívíz használatával előállított mézet, azaz pi méhészetből származó mézet szeretne értékesíteni a boltjában. Két lehetőség van. Az egyik az, hogy fölkeltjük a gyerekek figyelmét a különböző trendi, modernebb dolgokkal, és akkor nagy esély van rá, hogy megvegyék még a mesekönyvet, vagy a mesét magát. Még akkor is, hogy ennek az az ára, hogy ezek miatt a trendi dolgok miatt egy kicsit laposabb lesz a történet. A másik, ami számomra inkább szimpatikusabb, az, hogy leásunk mélységre. A mese mindig megtéveszti az embereket, és könnyű műfajnak ítélik meg. Én szerintem a mesébe is lenne társni mélyre, és én próbálom követni a népmesék mondani valóját, ahova magasra feltették a lécet, és nem is csak a magyar népmesékre gondolok, hanem én inkább az úgynevezett tündér vagy varázsmesékre, aminek egy nagyon csúnya angol szóló a fairy tale az összefoglaló nevük. Egy évet mutatok be, tehát az első mozzanat az, amikor a telelő boly felébred, és az első kis méhecske kikandikál, és a legutolsó mozzanat pedig az, amikor nyugovóra tér a telelő boly. Igazából nincs csattanó, és a méhecskéket sem nevesítettük a Verától, és azt kértem, hogy ne emeljünk ki egyetlen egy kis méhet sem, ne legyen egy főszereplő, hogy az egységben az erő, amire kihegyeztem az egész történetet, ez sokkal jobban legyen hangsúlyozva. Egységben az erő. Ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a következő 3-5 évben megjelennek majd azok a bemutató kóstolóhelyek, ahol a méhészek nem csak a mézet mutatják meg, hanem be tudják mutatni ezt a mesterséget, tudnak hozzá kapcsolni kozmetikumokat, italokat, gyógyászatot, apiterápiát. Tehát a mézhez és a méhészethez nagyon sok kreatív tevékenység társulhat még, és én úgy láttam, hogy a mézes körútban lévő méhészek többsége ezekben gondolkodik, és el is indult egy ilyen fejlesztési irányban.